Igen. A lőfegyverek széles skáláján tehették próbára tudásukat a versenyzők. A Bethlen Gábor nyugdíjas klub a Befag Gyenesdiási lőterére várta a meghívott csapatokat. Az egyesületek rendszeresen vendégeskednek egymásnál. A zalaiaknak különösen jó kapcsolata van egymással. Ők is részt vettek a mi általunk rendezett lövészversenyen, tekeversenyre is el szoktak jönni. Mi is elmegyünk Zalaegerszegre minden évben ősszel megrendezett haditornán, úgyhogy nagyon szoros a kapcsolatunk, és így jó együttműködése van a három honvéd egyesületnek. Zalaegerszegről, Nagykanizsáról és Marcaliból jöttek honvéd nyugdíjas klubok. Katonai múltjuk miatt többek a lövészetben voltak sikeresek, de a gránátdobás is izgalmas feladat volt. A nyugdíjasoknak is teljesíthető, jótékony mozgással járt a program. Haszna az, hogy együtt vagyunk. Jó időtöltés, barátok vagyunk, ismerjük egymást már nagyon régóta a többi klubcsapattal is, és együtt vagyunk. Jó időbe élvezzük a játékot, mert a játék öröméért csináljuk ezt. A nyugdíjas klubok minden településen aktív civil életet folytatnak, emellett ápolják a katonai hagyományokat. Általában jelentős taglétszámmal rendelkeznek. Nagykanizsáról és Zalaegerszegről is két-két csapat jött el. A Vármegyeszékely Honvéd Klubja évente 30 programot szervez. Ezek egy része zenés rendezvény, a másik része játékos rendezvény, vannak turisztikai rendezvény, vannak hegyi túráink, és persze vannak haditornáink. Nem is az ügyesség a lényeg, hanem a részvétel, baráti kapcsolatok, és nagyon sok ismerősökkel találkoztunk itt is, és jó velük újra találkozni, mert egyébként a városok között 40-50-100 km is van, és jó ilyenkor újra leülni és beszélgetni egy jót velük. A keszthelyiek szintén kettő, míg a marcaliak egy gárdával versengtek. Külön hölgy alakulatok is teljesítették a feladatokat. A szervezőkkel és segítőkkel együtt meghaladta a létszáma 60 főt. Nyáron sem tétlenek a keszthelyi nyugdíjasok. Pályázati támogatást nyertek, amiből egy kirándulást szerveznek. Most egy újabb pályázatot fognak beadni, hogy biztosítsák a klub stabil működését. Taglétszámuk továbbra is 100 fő körül mozog. Mindig vannak új jelentkezők, akiket szívesen fogadnak.